Konzervet, tápot, törülközőt és forgácsot gyűjtöttek a Vasvári iskola gyerekei a Herosz állatotthon gondozottjainak. Az adományozás nem csak a menhelyen élő kutyák és macskák számára hasznos, hiszen az ajándékozás a gyerekeknek azt is megmutatja, milyen érzés az önzetlen segítségnyújtás. Az állatvédelmi téma héten a gyerekek több programon is részt vehettek, és mindegyik a felelős állattartás fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra gondoltunk, hogy a gyerekeknek felhívjuk a figyelmét a felelős állattartásra, és ebben a keretben gondolkodtunk egész héten. Több programot szerveztünk a gyerekek számára, volt adománygyűjtés a Herosz otthon, állatotthon számára, volt közös mozilátogatás, ahol 240 gyerekkel mentünk el egy filmet megtekinteni, volt kézműveskedés, amit a háttérben majd meg is lehet tekinteni. Az állatvédelem alapja a megelőzés, mondja a Herosz állatotthon vezetője. Krebs Gyöngyi hozzátette, ennek három pillére van, az ivartalanítás, a hatósági ellenőrzés és az oktatás-nevelés. El kell kezdeni már egészen pici korban, az általános iskolákban én azt gondolom, ott lehet talán a leghatékonyabban tenni, de ugyanálunk például az iskolai közösségi szolgálatba be lehet kapcsolódni, és akkor középiskolások is jönnek, és hát a felnőttek számára pedig ott az önkénteskedés lehetősége, ami azért elég nagy teret biztosít ahhoz, hogy egy kicsit a szemléletük alakuljon. A Vasvári általános iskola idén másodjára kapcsolódott az állatvédelmi témahét országos kampányához.